1985-ben indult el a Gyulai Pándi Kálmán kórházban az a kezdeményezés, hogy október 13-ához Kálmán naphoz közel a kórház vezetése elismeri a dolgozók munkáját. Ezt azóta minden évben megtartják, amikor is néhány munkatársnak kitüntetéseket is átadnak. A rendezvényen dr. Kövesdi József megbízott főigazgató főorvos méltatta a névadó Pándi Kálmán ideg és elmorvos érdemeit. Mint mondta, ezen a napon a kitüntetésekkel és elismerésekkel kívánják megköszönni az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját. Minél inkább kellene ünnepelni azokat az egészségügyi dolgozókat, akik ilyen viszonyok mellett is vállalják ezt a nagyon áldozatos, nehéz munkát, amiben valóban igaza van, nincsenek megfizetve piaci értékükön ezek az emberek, és az itt dolgozóinknak a jó részét a hivatástudat, a munkaszeretete tartja itt, nem pedig az a hatalmas fizetés, amit itt kapunk. És éppen ezért minden elismerést megérdemelnek, és szeretnénk minél több elismerést adni nekik, de ennyire jutja sajnos. A pályakezdő dolgozók eskütétele után adták át a Pándi nővér kitüntető címeket az arra érdemeseknek. Kitüntetést vehetett át Baranyai Ilona ápoló, Bundik Lászlóné helyettes vezető asszisztens, Kocsisné Szatmári Andrea ápoló, Lippai Zsuzsanna diplomás ápoló és Seresné Hubina Henriett szakoktató. A kórház a lehetőségeihez mérten így próbálja köszönetét kifejezni az ápolóknak, akik nehéz körülményeik ellenére kitartóan és odaadóan végzik mindennapi munkájukat. Oly kevés lehetőség van az ápolók munkájának az elismerésére. Országosan némi szűk lehetőség van, de nagyon szeretnénk, hogy a kórházon belül is éreznék a legjobb nővéreink, hogy valami kis elismerésre lehetőségük van. Valójában a Pándi nővér cím az egyik legmagasabb jutalmazási forma, hiszen ez nem egy egyszeri jutalommal jár, hanem aki ezt a címet elnyeri, az havonta 10.000 forinttal kap több bért. Tudom, nem egy jelentős összeg és nagyságrenddel nem lesz jobb ettől a anyagi helyzete a családnak, de ha összeadjuk, azért ez mégiscsak éves szinten bruttó 120.000 forint. A Pándi Emlékbizottság döntése értelmében idén a Pándi emlékérmet dr. Pikó Béla, az onkológiai osztály vezető főorvosa vehette át, aki nagy megtiszteltetésnek tartja a díjat, de azt mondta, ez nem csak az ő érdeme, hanem az egész kollektíváé. A kitüntetett elmondta, eredetileg nem onkológus szeretett volna lenni. Én bevallom, hogy hematológus szerettem volna lenni, de a sors kifürkészhetetlen kegyelméből Szegeden végzésemkor nem nyílott meg hematológiai státusz, így a radiológiai klinika sugárterápiás részlegére kerültem, ahol nagyságrenddel több szolid tumort kezeltünk, mint sem hematológiai kórképet, és így szépen lassan az érdeklődésem a hematológiai betegségektől a szolid daganatok felé irányult, ezért először a hely szellemét és elvárásait követve Szegeden sugárterápiás szakvizsgát, majd később klinikai onkológiai szakvizsgát szereztem, a többi pedig már jött, úgyhogy itt már mint klinikai onkológus kezdtem meg pályafutásomat. A hagyományoknak megfelelően a kitüntetett tudományos előadást tartott, és egy emlékfát is elültetett az onkológiai épületénél.